És most fogadjátok szeretettel Galgó Balázs, aki Orbán Otto, a látnoki költő egy versét mondja önöknek. Orbán Otto, a dán királyi főszámvevő jelentése a Fortinbras and Fortinbras cég átvilágításáról. Az a legleverőbb, hogy lehetett volna belőlük akár egy jó kezdőcsapat is. Jó időben született újszülöttek, egy új történet első mondatai, a tiszta lap, melyet nem dereng föl a diktatúra vízjele. Nem lettek sem azok, sem ezek. Rókafiak nyomakodtak elő a róka lyukakból, róka agyakba való eszmékkel, hogy a történelmet gólra játsszák, a vesztes pedig legjobb a sárga taposni, akkor legalább nem sokat pofázik. Rendőr államban nőttek föl. Szabadságnak azt gondolták, hogy mától fogva a rendőr nekik tiszteleg, a népről pedig azt, hogy vas reszelék, melyet egy mágnes vassal állíthatnak a megkövetelt irányba. A fiatalság mindig a mennyi küldötte, kivéve azt, amikor nem. Kivéve azt, amikor az ördög elvakítja, hogy ne lásson mást a folyóvízében, csak önnön tükörképét, mint a magába szerelmes narcissus. Dánia, dán föld. Mindig is az volt, mindig is az lesz. Az államgép rohad. Valami bűzlik, valami elveszett, a vissza nem térő esély. Holcról lopott koronát olcsón megszállítunk, a szellem páncélja új, a módszer a régi, ahogy a vég kifejlett is. Szerte szét a színen hullák számolatlanul, gyümölcslé, kutyaszar, megégett könyvlapok. Az alkotmány december 31-én megszűnt létezni. Az egyetemes emberi jogokkal volt egyenlő, nem kényszerítette az ország népét kötelező imádatra és jogfosztott állampolgári létre. De mi nem gyászoljuk az alkotmány elvesztését, ugyanis mi továbbra is aszerint élünk, mert szabadságot adott és minden embert méltósággal kezelt. De hogyan élnek tovább azok a szervezetek, egyházak, intézmények, melyek ellehetetleníti az új alaptörvény? Fogadják szeretettel Iványi Gábor metodista lelkész. Kedves barátaim, idefele Péter apostol levelének egy mondata járt az eszemben: új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik. Most ide erre a helyre, az utcán, gyalog, kerékpárral, villamossal, busszal érkeztünk, ahogy ez illik, szabad, korukban, jó érzéssel és bátorsággal élő polgárokhoz. Vannak olyanok, akik a második világháború óta nem használt föld alatti alagúton érkeztek meg az operaházba. Mi egy olyan biztonságos új világot akarunk,
amelyben ha a miniszterelnök az operaházba akar menni, akkor mehet gyalog kerékpáron, villamoson és a főbejáraton, nem az alagúton. Viszonyainkat jól jellemzi az, hogy ők ott bent operaházi díszletek között, mi pedig itt, az Isten szabad ege alatt, félelem nélkül, örömmel és reménységgel lehetünk együtt. Ők oda bent a Magyar Köztársaság halotti torát ülik, de azt kell mondanunk, hosszú életű lesz az, akinek a halál hírét kelti. A Magyar Köztársaság él! Nincs ott igazság, ahol a törvények erőszakkal tárgyalás nélkül születnek. Nincs ott igazság, ahol az emberek félelemben élnek. Nincs ott igazság, ahol különbség van ember és ember között. Olyan világot akarunk, ahol az utca egyik vége és az utca másik vége együtt ünnepel és együtt örül Magyarország sikerének. Magyarország, a Magyar Köztársaság Európa része és az akar maradni. Olyan köztársaságot akarunk, amelyben kicsiknek és nagyoknak, szerencsésebbeknek és szegényeknek egyaránt van reménységük a boldogabb jövendő felől. Az Isten áldja meg a Magyar Köztársaságot és Önöket. Tiltakozunk az alaptörvény ellen? Köztársaságban maradunk, köztársaságban akarunk élni.